Ninoszláv Trajković és György Ilcsesin április 20-án 20 ezer kilométeres hosszú útra indulnak Mongólia fővárosába, Ulánbátorba egy 20 éves Jugo 55-ös gépjárművel. A kaland Kelet-Európában és Ázsiában 60 napig fog tartani. Azért döntöttek-e merész lépés mellett, hogy támogatást gyűjtsenek az óbecsei menhelynek, és hogy ösztönözzék községünk fiataljait. Ezt az ötletet horvátországi barátaink, ismerőseink adták, akik ugyanerre a lépésre szánták el magukat tavaly, így mi is elkezdtünk jobban informálódni magáról, Mongóliáról, és szerettük volna belevetni magunkat hasonló kalandba. Reméljük, sikerrel járunk majd, tudjuk, hogy nem könnyű. Ahogy közeledik az indulás napja, egyre jobban aktiváljuk magunkat. Egy valódi kalandra számítunk. Célunk, hogy mindent megörökítsünk egy GoPro kamerával, hogy felvételeket küldjünk, ahogy lakosainknak, úgy a támogatóinknak is. Ezzel népszerűsítve őket, valamint hogy bemutassuk, hogyan élnek az emberek a világnak azon részén, és mik a szokásaik. Nem az a célunk, hogy a legurbanisztikusabb helyeket járjuk be, hanem a természetet és olyan területeket, ahol valódi nomád életet élnek. 30 nap van előrelátva az ott tartózkodásra, azaz a megérkezésig a fővárosba, Ulánbátorba, és 30 nap az utazásra. A helyi önkormányzat támogatott minket, ezúton szeretnénk köszönetet mondani a községnek és Tosics polgármesternek. Ami minden más eszközt illet, mi be vagyunk biztosítva, viszont a szükséges pénzeszközök 50%-a még hiányzik, így felhívnánk lakosaink figyelmét, hogy aki szeretne adományozni, az megteheti, mivel ez humanitárius dologra irányítódik, a becsei állatmenhelyre. A fiúk utazása 8-9 ezer euróba kerül. Az összeg egy részét, 1500 eurót a helyi önkormányzat biztosította, a maradékot pedig remélik, hogy községünk vállalkozói állják majd. Népszerűsítjük még Ninoszlávot és Györgyet is, de elsősorban Óbecse községet. Ezúton szeretném felkérni községünk vállalkozóit is, hogy segítsenek nekik ebben a lépésben, hiszen ez Óbecsére nézve nagyon fontos. Én személyesen fogok tenni azért, hogy kialakuljon egy kapcsolat köztük a vállalkozókkal, és támogassák őket ebben. A kaland végén Trajković és Ilcsesin 500 eurót terveznek adományozni az óbecsei menhelynek. Amennyiben nagyobb összeget gyűjtenek össze, adományuk értéke is növekszik. Az új Vidéki Közgazdasági Egyetem két hallgatójának pénzgyűjtésében támogatást nyújt az Óbecsei Ifjúsági Egyesület és a község is. Lakosaink, akik szeretnének bekapcsolódni ebbe, a képernyő alján látható folyószámlákra utalhatják át támogatásaikat. Nem célunk a luxus és a repülő, hanem hogy természeti helyeket járjunk be, és ahogy mondtam is, videófelvételeken keresztül fogjuk értesíteni a közösségünket, és mindenkit, aki követ minket, és szeretné tudni, hogy néz ki az élet Kelet-Európában és Ázsiában.